Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Bősze Ádám, muzikális bestiák címmel tartott előadást. Vertical Group enyerté 2,5 milliárd forintos beruházás Dombováron. Megáldották Dombováron a felújított Jézus szíve templomot, Szent Háromság szobrot. Megemlékezés, Nemzeti Összetartozás napja. Muzikális bestiák címmel tartott előadásban hallhattunk a zenetörténet legendás lényeiről Bősze Ádámtól. A zenetörténész boszorkányokkal és más rémekkel lopta be magát a dombovári publikum szívébe. Van-e boszorkány a Macbethen túl? Hogy ne lenne, nem is egy. Operák, fő és mellékszereplői, szimfonikus művek ihletői, varázslatos kreatúrák ők, akik, ha úgy hozza a sors, a való világban is megjelennek. A Muzikális Bestiák című sorozattal egy, hát mondjuk egy tartós kapcsolatot alakítsunk ki. Én zenetörténész vagyok. A zenetörténetről igyekszem valamilyen egészen extra módon és extra megközelítésből beszélni. A Muzikális Bestiák cím az tulajdonképpen olyan túlvilági lényekről szól, akik szerepet kaptak a zenetörténetben. Tündérekről, boszorkányokról, óriásokról, törpékről, és ezen a látó szögön keresztül figyelem én az egész zenetörténetet, hogy ezek hogy jelentek meg az egyik vagy a másik korban. Erről igyekszem egy szórakoztató, ismeretterjesztő, kultúr- és zenetörténeti előadást tartani. A mai az nyilvánvaló, hogy a kedvencem, nem véletlenül ez a nyitó előadás, ez a boszorkányokról szól. A boszorkányokat elképzelhetjük úgy is, mint népmesei alakokat, amikor, nem tudom, gyerekkorunkban olvastuk a mesekönyvekben a vasorú banyát, aki fekete ruhában van, nagyon csúnya, nagyonra van, fekete kalapban van és seprűn röpül, az a népmesei változat. De a boszorkányok megjelennek az irodalomtörténetben, zenetörténetben is. Például nem szabad elhanyagolni azt, hogy az európai kultúrtörténetnek az egyik legszomorúbb fejezete az volt, amikor a boszorkányokat üldözték, olyan embereket üldöztek, akiknek tulajdonképpen ahhoz a boszorkánysághoz, amit az emberek elképzeltek róluk, semmi közük nem volt. Szóval egy kicsit tragikus is ez a mostani előadás, egy kicsit vidám is, de mindenképpen reményeim szerint boszorkányügyileg és zenetörténetileg informatív. Azzal szoktam kezdeni az előadást mindenhol az országban, hogy van-e itt boszorkány. Eddig még nem volt példa arra, hogy ne tette volna föl valaki a kezét. Azonban, ahogy ma a boszorkányokról beszélünk, az egészen más szerencsére, mint a 15, 16, 17. és még a 18. században. Nem ez már valami egészen más dolog, és mindenki megmarad a, hogy mondjam, a vicces boszorkány szinten, amikor azt mondják valakire, hogy ó, te már megint megmondtad, hogy mi fog történni. A boszorkányoknak mindenféle tulajdonsága van. Az egyik tulajdonság, amiről az előbb is beszéltem, az, hogy meg tudja mondani a jövőt. A jövendő mondás az a zsidó-keresztény kultúrkörben, vagy hiedelemvilágban egy tiltott dolog volt. Persze voltak olyanok, akik meg tudták mondani a jövendőt, de azok az Istennek a felkent prófétái voltak. Azokra szabadott és lehetett hallgatni. Voltak azonban olyanok, akik nem az Istentől kapták az információt, és mégis meg tudták mondani. Ezt például az egyház, teljesen mindegy, hogy most a zsidó egyházról vagy a keresztény egyházról beszélünk, ezt tiltotta. És van például egy olyan jelenet, Saulnak az esete, amikor Saul király kinéz reggel az ablakon, és azt látja, hogy a filiszteusok serege ott áll a határnál, és le fogják őket tiporni. És akkor próbál a prófétától megtudni valami információt, de nincs próféta. Az álmában sem jelent meg neki az úr, nem tudja, hogy mit kell csinálni. És akkor azt mondja, hogy gyerünk, küldjünk el valakit egy boszorkányhoz. És elmennek az endóri boszorkányhoz, aki megidézi neki Sámuel királyt. Sámuel király föl van háborodva, hogy mit háborgatják őt a nyugalmában. És akkor Saulnak elmondta, hogy hát az úr már megmondta neked egyszer, hogy itt vége az egésznek. És akkor Saul meg hanyatt esik, összeesik. Ennek van például egy gyönyörű megzenésítése. Henry Purcell a 17. században 3 hangra írt ebből egy 8 perces, nem tudom én micsodát, nem kantátát, 3 hang és néhány pilinszkázó vonós hangszer, és olyan drámai hatása van ennek a jelenetnek, hogy és senki nem ismeri. Tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan zenéket is tudjak mutatni, amiket az emberek nem ismernek. Aztán ott vannak a további jövendőmondók, a Szibillák például,
a müncheni udvar számára Orlando Di Lasso komponált egy ilyet, szóval hemzsegnek a boszorkányok a zenetörténetben, csak meg kell őket találni, föl kell őket fejteni, beszélhetnék Médeáról, Kirkéről és a többiekről a görög mitológiában, úgyhogy bőven van itt mit a tejbe aprítani. Szeretném azt, hogy az emberek egy kicsit, hogy mondjam, mint egyfajta mesevilágra is néznének a zenetörténetre. Most látom, hogy egy csomó 18 év alatti lesz az előadáson. Hát akkor elég sok mindet ki kell hagyjak belőle. Na mindegy, hát ezzel majd valahogy megbirkózunk. Például van benne egy rész, 1233-ban Gergely pápa hozott egy enciklikát, vagy írt egy enciklikát, amiben le volt írva, hogy a luciferiánusok, azaz az ördögimádók, hogyan is tisztelik az ördögöt. Ugye a boszorkányokkal a legnagyobb probléma az volt, hogy azt fogták rájuk, hogy szervezetten működnek. És mindenfélét kitaláltak, hogy hogyan imádják az ördögöt, milyen szertartás keretén belül. És a szertartások mindig is valami orgiába torkollottak. De most ezt ilyen orgiasztikus dolgokat elmesélni, hát majd megpróbálom körülírni, vagy reméljük, hogy nem ismerik a fiatalok ezt a szót, hogy orgia. A boszorkányokról általában úgy tartjuk, hogy nőneműek, ez nem jelenti azt, hogy például a boszorkánypereknek ne lett volna férfi áldozata, sőt, még gyerek áldozata is volt, de nem ez a jellemző. Egy idő után a boszorkányokat általában, hogy mondjam, a nőkkel azonosították, sajnos. Nagyon vágyom arra, hogy ez az előadás mély nyomot hagy az emberekben, de nem tragikus módon, hanem olyan módon, hogy a komoly zene az nem annyira komoly, mint amennyire mi gondoljuk. Ez nem egy ájtatos, egy kenetteljes valami, hanem mosolyogva lehet hallgatni zenéket. Érdemes elindulni egy ilyen felfedező útra, hogy micsoda kincseket rejteget a zenetörténet számunkra, és ha még olvasni is lehet róluk, hát az egyszerűen lefegyverző lehet. Szeretnék egy ilyen szellemi élményt, vagy egy ilyen szellemi élménynek a lehetőségét szeretném fölvillantani a közösségnek. És hogyha ez sikerül, akkor nem jöttem hiába. Két és fél milliárd forintos beruházás érkezett a végéhez. Ez a cég történetében az eddigi legnagyobb infrastruktúrális és technológiai fejlesztés. A Vertical Group nyílt részvénytársaság dombovári gyárüzem ünnepélyes átadásán járt stábunk. A sikeres projekt apropóján köszöntötte az egybegyűlteket Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a térség országgyűlési képviselője. A Vertical Group NRT részéről Ferenc Kornél, a cég részvényese nyilatkozott nekünk. Maga beruházás az 2,5 milliárdos értéket képvisel, ennek 50%-a támogatásból valósult meg, másik fele önerőből és hitelből sikerült megvalósítanunk. Ennek jelentős része, mint 1,5 milliárd forint az infrastruktúra fejlesztésre fordítódott. Ez elsősorban gyártói tereket és iszolgálói tereket jelent, és mintegy közel 1 milliárd forint értékben pedig a technológia került megvalósításra, ami plusz gépeket, plusz kapacitást jelent. A dolgozók szempontjából ez plusz 100 főt fog tudni eredményezni az elkövetkezendő 2 évben. Az 1970-ben alapított műanyagipari gyártással és összeszereléssel foglalkozó dombovári üzem a nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően a jövőben stratégiai elképzeléseit valósíthatja meg. Nagyon régmúltú fröccsöntő műgépari üzem volt már korábban. Ennek az alapjaira építettük rá az elmúlt évtizedekben az újabb és újabb technológiákat, és amikor ez a pályázat megvalósult, elindult, akkor úgy döntöttünk, hogy nagygépes irányba fordulunk, ami a gép méretek tekintetében mindenképp egyedibb országos viszonylatban, és ennek a vevői körében is ebben nagy kereslet mutatkozik. Multinacionális cégeknek szállítunk, ezek elsősorban hűtőipari termékeket jelent, legkülönbözőbb hűtőgép alkatrészeket gyártjuk, hűtőgép belsőket gyártunk, de gyártunk jacuzzi alkatrészeket, és most már kisebb darabszámba autóipari gyártásba is részt tudunk venni, tehát bevezetés alatt van az autóipari szegmens megvalósítása. A gyártási kultúra az egy klasszikus bérgyártás volt itt, mi tovább léptünk ezen, és azt keressük, hogy minél nagyobb hozzá adott értéket tudjunk a termékekhez
adni, ami azt jelenti, hogy gyártói kísérletekkel, előkészítésekkel, olyan mérnöki tudást igyekszünk koncentrálni az üzem területén, ami megfelelő biztonságot tud adni a vevők számára is. Mivel a Vertical Group NRT, tehát nyilvános részvénytársaság, ilyen tőzsdén jegyzett cégként egyébként is transzparensen minden információ kín van a honlapon, de a tavalyi évet a Vertical 12,5 milliárd forint forgalommal zárta, egy közel 900 millió forintos eredménnyel, és ma ezt az évet, 2024-et egy ilyen 20 milliárd forint környéki árbevételre satszoljuk és tervezzük. Nyilván ennek egy része a dombóvári fejlesztésből fakad. Pintér Szilárd Dombóvár polgármester elmondta, hogy miért fontosak az efféle beruházások a városban. Néhány éve elkezdődött ez a fejlesztés itt Dombóváron, és 2022-ben volt az első kisebb léptékű. 2024-re elkészült egy több mint 2,5 milliárd forint értékű beruházás, amely az elmúlt időszak tekintetében, Dombóvár életében a legnagyobb léptékű. Ugyan egy picit irigykedve is néztünk a cégre, hogy ekkora fejlesztés végre tudott hajtani, de azt gondolom, hogy ez Dombóvár érdekét nagy mértékben szolgálja. Hiszen 2019-ben, amikor éppen zártak be a vállalkozások, szűntek meg, és nyilván mi most nem említenék neveket, azt követően kicsit szomorúak voltunk, de 2022-ben nekiálltunk bizakodni, és láttuk, hogy itt azért fognak még történni jó dolgok is. Az ünnepélyes köszöntőket követően egy részletes gyárlátogatáson vettünk részt, ahol betekintést kaptunk az alapanyag, az újrahasznosított műanyag sokrétű felhasználásába, hogy hogyan lesz az abból készült granulátumból tisztítás után például hűtőszekrény belső vagy szemetes kuka. Májer Mihály nyugalmazott pécsi megyés püspök szentmise keretében megáldotta a Dombóvár belvárosában található felújított Jézus szíve templomot, valamint az épület előtt álló, szintén megújult Szent Háromság szobrot. A munkálatok 2023-ban kezdődtek. Elvégezték az épület vízszigetelését, a külső vakolat javítását, a homlokzat festését, a nyillászárok és ablakpárkányok cseréjét, felújították az északi torony sisak fedését, valamint kifestették az épület belső tereit. Nagyon nagy öröm számunkra ez a mai délután, ez a mai ünnep. Hosszú évtizedek után sikerült az elmúlt két évben kívülről és belülről felújítanunk, megszépíteni a belvárosi Jézus szíve római katolikus templomot, és ezért adunk ma hálát egy ünnepi szentmise keretében, illetve kerül sor Májer Mihály nyugalmazott megyés püspök atya által a templom megáldására. A templom felújítása, mind a külső, mind a belső felújítás Magyarország kormánya által nyújtott támogatásnak köszönhető, amit szívből szeretnénk megköszönni, mert végre méltó módon és nagyon szépen nézhet ki újra ez a templom, ami városunknak eddig is a szíve volt, és most örülünk, hogy megújult pompájában ragyoghat. A templom 1757-ben épült, eredetileg egy tornyú és Szent László tiszteletére szentelték fel, majd alig 200 év elteltével Dombóvár lakosságának gyarapodása szükségessé tette a bővítést, amelyet 1949-1950-ben teljesen átépítették, és megváltoztatták a titulusát is, így lett Jézus szíve templom. Ezen kívül azért a helyi közösség összefogását is jelenti ez a mai ünnep, hiszen a tér úgy lesz igazán méltóvá a megszépült templommal együtt, hogy a templom téren található, itt a templom előtt található Szent Háromság szobor is restaurálásra került. Ez a hívek kezdeményezése volt, és a hívek, illetve helyi vállalkozók adományának köszönhetően nagyon szépen restaurálták, és ezt a Szent Háromság szobrot is avathatjuk, illetve megáldja a püspök atya, úgyhogy örülünk, hogy így tényleg az egész tér komplett módon megszépült.
a középpontjában a templom épülettel és ezzel a szoborral. A június 4-én bemutatott koncelebrált ünnepi szentmisén Mayer Mihály nyugalmazott megyés püspök fontosságát hangsúlyozta annak, hogy a felújított templom nem csak külsejében szép, hanem szépé teszi a lelkünket is, hiszen a templomban az érték mindig az ember, az emberi lélek. Dombováron egy plébánia közösség működik, de három templomunk van, ahol rendszeresen vannak szentmisék, vasárnaponként, illetve hétköznap is alkalmanként. Ugye a város, így tehát azt lehet mondani, hogy a város katolikus lakossága az hát időnként ide, időnként oda, de mindegyik templomba eljár. Ezt a templomot, ami nem kis templom, nagy örömünkre szolgál, hogy majdnem teljesen megtöltik. Ünnepeken megtöltik, de a vasárnapokon is majdnem megtöltik a hívek, úgyhogy sok hívő jár rendszeresen, és ez nagy öröm számunkra, hogy a Covid okozta megtorpanás után sem fogytak el, hanem visszatértek az emberek, és hétről hétre össze tudunk jönni. Megható ünnepség keretében idézték fel a múltat és reflektáltak a jelenre a Dombovári Nemzeti Összetartozás téren. Mióta Kolozsvárt vagyok, lágyüblű bölcsőring velem. Rengessetek csak, angyalok, a gyermekkor életelem. Zöld fodraid 5 év után most látnak újra szamos, és bennük nem testem, csupán feketült lelkemet mosom. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott ünnepi műsor közreműködői a Dombovári I.S. Gyula gimnázium diákjai voltak. A műsor régóta készül, én bízom benne, hogy a kollégák nagyon-nagyon szakértő szemmel és szívvel irányították a felkészítést, meg a próbákat, és hát az iskolai szinten is igyekszünk, ahogy szokták mondani, megadni a módját. Én igyekeztem az iskola tanulóifjúságának jelentős részét mozgósítani, mert én úgy érzem és úgy illik is szerintem, hogyha egy város fölkéri az intézményt, az eleve egy fontos alkalom, és a megtiszteltetés az is hozzátartozik, hogy kötelességeink is vannak, és igenis támogatnunk kell a résztvevőket, a fellépőket abban, hogy mi is erőt és tömeget biztosítunk a számukra. Nagyon nehéz hozzájuk közelhozni minden olyat, ami régen történt. Én történelem tanár vagyok, tehát szakmai tapasztalatból is tudom mondani, hogy ami már 10-15-20 éve történt, az nekik ugyanolyan történelem, mintha 1000 éve történt volna. Én mindenképpen igyekszem a saját szakmai praktikumomban a 20.-21. századot kiemelten kezelni, azon belül nyilván a trianoni tragikumot és katasztrófát is, és én már azt sikernek tartom, hogyha egy gyerek, egy gimnazista gyerek kapásból megmondja, hogy ez mikor történt, hogy történt, és ha netán egy-két alapeseményt, alapfőszereplőt megnevez, akkor én azt gondolom, már tettünk valamit közösen a nemzettudat érdekében. A 83 éves Sátor Edéné Erzsi néni nagyon szeret fiatalok között lenni, és örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy énekével hozzátegyen a megemlékezéshez. Kárpát felej, halló magyar, Erdély felej. Magyar a világhimnuszát régebb óta ismerem. Ez olyan régi időkre megy vissza, 5-6 utáni időkre, ez akkor íródott, és szamizdat volt akkor. És hát a családban ez megmaradt. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, melyben emlékeztette a hallgatóságot, hogy az ország megcsonkítása Dombovár fejlődésére is negatívan hatott. Gróf Aponyi szavaira hivatkozott, ha a szív a helyén van, akkor mi magyarok erősek maradunk, és megmaradunk a legnagyobb veszteségek ellenére is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!